Innen kutyus, még pénz van nálam. Na, egy karácsonyi ajándékot hoztunk a Nikinek, meglepjük őt avval, mi magunk hogy vagyunk az ajándék. Itt van a Levi barátom, ugye, a Christopher barátom, és meg gondolkodtam, hogy mert már két hete agyamban van ez a dolog, és megleptük, és azt mondja, komolyan itt vagytok? Itt vagyunk, de hogy ő hol van. Úgyhogy rárakunk a kis csikójára, ez lesz a meglepi a Nikinek. Rárakunk a kis csikójára nyerget remélhetőleg. Úgyhogy meglepi a Nikinek, meg a csikónak is. Mondjuk ez a Levi dumája volt. Jó reggelt! Lehet, hogy nem örül. Na, hova mész? Nagyon otthonosan közlekedsz itt el. A gyere ki, mert itt azért vannak értékes szerintem dolgok, hallod? Állj, de szépen a hátam mögé. Majd mindjárt lesz. Halló! Sehol senki sem kimentek. Hát akkor tudunk, nincs itt kamera. Valami? Hopp, hallod? Valami fény van, vigyázz. Nézzél már körbe valami cuccoké. Ja, ja. Szia! Ki az? Szia, Bence! Hello. Szia, hol van a Niki? Te hallod, nem tudod, hallod, most küldött be a Niki minket, hogy itt van a pénz valahol. Hallod? Levi! Most küldött a Niki, hogy hol a pénz, valami pénz mutat, nem tudod, hol van? A Szadi, de nekem kell, hogy kivigyem neki. Hagyjad viccelet, és a Bence még. Jó van viccelet, és ma ment a pénzért. Szia, Ági! Na, meglepi a csikónak, meglepi neked. Azért puhakolóztam én, hogy leszünk. Képzeld, oda megyek. Szia, Bence, most küldött be. Nincs itt a Niki? Nincs, ki van valahol. Mondom, most küldött be a Niki, hogy a pénzt ad ide a kasszába. És elment keresni, hallod? Na, kell nekünk egy ágaskodó, egy loncs, kötőfék legyen rajta, és egy nyereg gurtnyival. Egy ostrom, mert megbírjuk el. Így van. Na, úgyhogy ez egy meglepi. A Krisz már lelovagolt nálam egyet, itt van a Levikével. Pia van. Ha? És hallod, a Bence már kereste a pénzt, hallod, akkor van itt pénz. De ez nagyon jó volt, bement egy zép. Mondom, jó van, szegény, meghallottam a Ági hangját, mondom, akkor itt lebukás van. Ha nem lett volna itt Ági, akkor kihozottam a lóvét. Hát, karácsony előtt, tudod, milyen drágaság van? Tehát tudod, nagyon jó. Na, hova megyünk most? Hát ott van, kimegyünk. Ja, abban van? Jó, de megvárjuk a izét. Na gyertek egy jó szelfire, itt van Levi barátom, aki covidos. Itt van, aki covidos. Itt van Krisz, aki covidos, és én meg leszek talán, nem biztos. Én nem megérjük. Nem vagyunk covidosok, hála Istennek. Na, rég nem voltam itt ezen a tanyán. Utoljára akkor volt, amikor Nikinek volt a születésnapja. Igen, akkor még itt volt anyukád is, emlékszem. Nem, de a Nikinek a születésnapja. Nyáron. Én azt mondom, hogy akkor voltam itt utoljára. Jót mondtam. Még józan vagyok. Ha nem. Nem, és hallod, egy kilométerre van. Nem, mert nem tudom. Körbenézünk itt. Igen, mert elindítjuk neki. Hogyha egy pár szó föl lesz rakva a csikóra, akkor valószínű általában akkor már azért jó szokott lenni a dolog. Tehát a nyerget mondom, ugye egy másfél éves Lizának a csikója. Ő miért van benne az a picike? Mert annak volt törött a lába. Igen. Jó. Aha, infókat tudok nagyjából. Na jó, lerakom.